Fáj Ildikó Ónodi Szabó Sándorné. Ő volt az, aki a nagymamájától megtanulta a csipkét készíteni, meg őrizte is azokat a tárgyakat, amik megmaradtak tőle. És én pedig tőle tanultam, tehát így haladunk előre. És akkor miután mi ide költöztünk, akkor idővel kialakult ez a gondolat, hogy legyen egy nyugató helyen. Hát nagyon logikus egyébként, de tény, hogy rá kell szállni egy kis időt, míg az ember megtanulja. Legalább egy három óra már elég ahhoz, hogy az ember az alapokat átlássa és begyakorolja. Aztán mondjuk egy ilyen erdőhöz, amit itt van, azt szoktam mondani, hogy egy eszterről, micsoda alkotás. Viszont ami technika benne van, azt egy hét alatt meg lehet tanulni, tehát egy tábor ideje alatt, az nem olyan sok tudomány, utána már csak fenék kell hozzá, meg idő. Igen, mint az, mivel csak horgolok és húzogatom a látszegéket. Igen, és hát ennél fogva azt is mondták a csipkére, tehát mint a vadott csipkére, hogy az értéke az aranyában van, és hát ez a belefektetett rengeteg munkaóra. És az édesanyja volt a lesz a csipkére? Nem, nekem a nagymamám. De nagymamája. A nagymamám van. Az, hogy a két kezem külön dolgozik, és mindig a jobb oldali emelem a bal fölött át, másik kezembe, és a jobb oldalit a bal fölött. Ezt általában egyszerre csináljuk, tehát a jobb oldaliak mennek a bal fölött, és a másik mozdulat pedig az, hogy a négyből a két középsőt úgy cserélem meg, hogy ilyenkor a jobb oldali meg a bal. Olyan, mint a makramé. Nem, mert ott azt csomózni kell. Igen, ebben nincs egyetlen egy csomó, nincsen hurok, tehát ez tulajdonképpen egy szövési technika. Tehát a két kezemben külön jobb oldaliak, a bal fölött középen cserélek. Jobb oldal... gyorsan tetszik cserélni? Hát ezt lehet fokozni. És akkor ezzel a mozdulat sorral egy fonatot készítek, egy négyágú fonatot. Ami utána valahol a fonatokkal már lehet dolgozni. Egy hosszú fonattal nem, világos. De hogyha itt van ez a kis karkötő, amikor közepén a fonatok vannak. Tehát ott nyilván több fonat indul, itt-ott találkoznak, kereszkedik. Egymás, de csak ezeket ezt a négyágú fonatot készítjük benne. Kívül van ott néhány levélke, de többnyire a fonattal készül. Tehát ez a két alapmozdulat, ami rendkívül egyszerű, és minden más az innentől kezdve nem kézügyességet igényel, hanem figyelmet. Az, hogy mikor, mivel dolgozunk, amit kérdezett, hogy ez nyilván egy oktatás alá lépéstől lépésre az ember felépíti, hogy logikusan tudja majd követni, hogy mikor, melyik következik. Nem tudom, most nekem is válogatnom kellene. Ha valaki ugye így megnézi, hogy mi van itt, akkor igen, van egy hazarra való, mi van ott, onnan nem tud, melyik következik.
Wow.